A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szerveztek megemlékezést vasárnap este a Lestár téren. A szecessziót és a Lechner örökséget mutatta be az a városnézőséta, amelyet szombaton délelőtt szerveztek Kecskemét főterén. Szombaton ünnepelte 15 éves fennállását a Mátyás király citera zenekar. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett a Kereszténydemokrata Párt Kecskeméti szervezete megemlékezést vasárnap este a Lestár téren. A megemlékező gondolatokat követően az emlékek lángjait is elhelyezték a tiszteletadásként kirakott koszorúk és virágok mellé. Az ezredforduló óta február 25-én emlékezünk meg Magyarországon hivatalosan is a kommunizmus áldozatairól. Kovács Béla, a Kisgazdapárt egykori főtitkárának elhurcoltatása és bebörtönzése a gulágon adja a dátum apropóját. Ugyanakkor az emléknap mindenkinek emléket állít, akik az 50 éves elnyomó kommunista diktatúra alatt sérelmet szenvedtek, vagy életüket vesztették. A kecskeméti megemlékezésen az egybegyülteket dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte. Viktor Frank, aki a pszichiáter, neurológus, a harmadik bécsi pszichológiai iskolának a alapítója, mondta azt, hogy egyszer minden véget ér, vagy így, vagy úgy. Ő is megjárta zsidó származása miatt a haláltáborokat. Ha az embernek célja van, mindent túlél. Ha az embernek hite van, mindent túlél. És ha az embernek méltósága és céljai vannak, mindent túlél. Folytatta a pszichológus gondolataival az alelnök. A megemlékezést Levicki Ciril önkormányzati képviselő folytatta, kitérve arra a számos szörnyűségre, melyet a kommunizmus idején követtek el. Több tízezer embert börtönöztek be, és közel 20 000 embert internáltak. Nem egy közülük sohasem tért haza. Mindaz, ami szüleink, nagyszüleink nemzedékével történt, része nem csak a mi, de gyermekeink és unokáink életének is. A mindent eltörlés kultúrája nem segíthet ezen, sőt, gátolja a felnövekvő nemzedék önismeretét és tisztállátását. Fontos feladatunk, hogy az ismereteket átadjuk a fiatalabb generációnak, hogy felelős, döntésképes generációvá váljanak, tette hozzá a képviselő. A megemlékezés záró dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő a kommunizmus szörnyűségeiről beszélt a jelenlévőknek. Itt úgy volt kommunizmus majd 50 évig, hogy azt a magyarok nem akarták. Itt úgy végeztek ki, vertek agyon embereket, hogy azt a magyarok nem akarták. Itt úgy internálták honfitársainkat munkatáborba, hogy a magyarok azt nem akarták. Itt úgy kerültek sokan koncepciós perek által börtönbe, hogy a magyarok azt nem akarták. Kiben bízzunk és miben reménykedjünk, tette fel a kérdés beszédében dr. Fekete Gábor. Abban, hogy a magyar nemzet lelke keresztény, nem pedig kommunista, adta meg a választ a képviselő. Az ünnepi beszédek és Varga Katica magyar örökségdíjas előadó művész műsora után a megemlékezők koszorúkkal, virágokkal és gyertyákkal tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A szecessziót és a Lechner örökséget igyekezett bemutatni az a városnéző séta, amelyet szombaton délelőtt szerveztek Kecskemét főterén. A szecessziós magazin, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Petőfi Kulturális Ügynökség közös eseményére olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy megtelt a nemrégiben teljes körűen rekonstrukción átesett Városháza díszterme. Két ilyen iparos egyesület volt, az egyik az ipartestület, a másik az ipar egyesület, 1861-84-ben alakultak, és úgy gondolták, hogy összefognak, és közösen elmennek egy jelentős épületet, hiszen ez akkor egy befektetés is volt. Kecskemét belvárosának egyik ikonikus polgári épületéről a Lechner iskolát követő Kobalt Valczer és Jakab Dezső páros által tervezett iparos otthonról is mesélt szombaton ifjabb Gyergyádesz László művészettörténész, a Csak Kecskemét példáját kell utánozni címmel szervezett városnéző sétán. A muzsikusok jó, gondolom, Inc és Katának, mert nem a zenészekkel volt a probléma, hanem akik húzatták. Ugye a vonóba rakták a pénzt, ugye azok voltak a
rossznak ilyen esetben, de egyébként is jellemző rá, mondom, ez egy kicsit a historizáló felfogás. Mindamellett, hogy egyébként Kecskeméten itt volt olyan újdonságok, mint a lift, ugye megjelenése vagy a... A humorral fűszerezett történetek mind a Lechner hagyatékként Kecskeméten látható ikonikus épületekhez kapcsolódó érdekességekről szóltak. Az épületek sorából egyértelműen kiemelkedik a Városháza, amit a közönség felújított formájában csodált meg. A legszebb Városháza Magyarországon, és ugye azt is tudjuk, hogy akkor, amikor fölépült, a Budapesti Műszaki Egyetemen példának tekintették ezt, és megjelent az akkori kiadványokba. Az 1893 és 1897 között épült Lechnerödön és Pártos Gyula által tervezett Kecskeméti Városháza díszterme teljesen megtelt az érdeklődőkkel. Nagyon szép a városunknak a főterén ezek a régi épületek, a Városháza, hogy megújult, mindig tudunk hallani újabb, meg újabb dolgokat, amit eddig nem tudtunk, és tulajdonképpen ezért jöttem el. A szecessziós magazin, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Petőfi Kulturális Ügynökség közös sétája időrendi sorrendben mutatta be Kecskemét főterén a magyar szecessziós építészet két évtizeden át tartó kalandját. Már négy generáció ünnepelte a 15 éves Mátyás Király Citera zenekart idén. A lelkes zenész csapat egykori és jelenlegi növendékei egyaránt összegyűltek, hogy egy színes koncerttel hirdessenek méltó jubileumi születésnapot. A Mátyás Király Citera zenekar szombati ünnepsége jól sikerült a Korvin Mátyás általános iskolában. Az esemény méltón tükrözte azt a hatalmas szervezőmunkát, amelyet Schulzné dr. Bükki Éva és férje, Schulz Ferenc kezdtek meg a Korvina intézményekben. 2009. februárjában hoztuk létre itt a Citera zenekart. Igazából nyitott kapukat döngettünk, Lóci László igazgató úr már régóta szeretett volna művészeti csoportot, amikor a férjem meg én ide bekopogtattunk, hogy hát mi, van ilyen népdalkövezetői végzettségünk, és szeretnénk itt Citerát tanítani. Sikertörténet az? Mindenképpen. Én sem gondoltam volna, korábban tanítottam az Orvosi Egyetem mellett zeneiskolában, úgyhogy itt is lesznek a volt zeneiskolás tanítványaim. Hát én se gondoltam volna, amikor elindítottuk, hogy ennyi minden gyönyörű eredmény lesz. 3 aranypáva, nagydíjunk van, van egy Vas Lajos nagydíjunk, jártunk 3-szor Manchesterben, a Gobé Festen. A Mátyás Király Citera zenekar egyike azoknak a formációknak, amelyek nem csak megtartani tudták tagjaikat, de új helyet adva a hangszereknek az életünkben, a citera szót a gyerekek számára is érdekessé tették. A Korvin Mátyás általános iskolában megrendezett ünnepségre a zenekar jelenlegi és egykori tagjai, illetve a velük szimpatizáló szülők is eljöttek fellépőként. Vendégként a Csutorás Együttes, a Csipkefa Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub, a Pengettyűk és a Fülbemászók csapata is fellépett, igazi színes kavalkádot varázsolva az iskola aulájába. A zeneszó mellett Böde István és Böde Harkai Csilla néptáncosok tették teljessé a produkciókat, amelyek természetesen a népzene világából merítettek, a Kárpát-medence minden szegletébe elrepítve a közönséget. Március 4-től Kecskeméten is megkezdődik a konyhai zöld és élelmiszer hulladékok házhoz menő gyűjtése. Az új rendszer részeként Kecskeméten elsőként a társasházi övezetekben 900 társasházban 25 ezer lakást érintve indul el a konyhai zöld és élelmiszer hulladék házhoz menő gyűjtése. Magyarország 14 városában indul el a konyhai zöld és élelmiszer hulladékok házhoz menő gyűjtése, amelyet a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT és partnerei működtetnek. Az új rendszer részeként Kecskeméten elsőként március 4-től a társasházi övezetekben 900 társasházban 25 ezer lakást érintve indul el a konyhai zöld és élelmiszer hulladék házhoz menő gyűjtése. A konyhai zöld és élelmiszer hulladék gyűjtő programban való részvétel ingyenes. A lakosság számára a Mohu MOL ZRT ingyenesen biztosítja az edényzetet és a begyűjtést. A konyhai zöld és élelmiszer hulladékot gyűjtő kukában elhelyezhető hulladék például a gyümölcsök és zöldségek, kávézac, teafű, fűszerek, tojáshé, főtt ételmaradékok, pékáruk, valamint húskészítmények. A kukába viszont tilos dobni csontot, élelmiszerek csomagolását, porzsákot, papírzsebkendőt, pelenkát, fák ágait, leveleit, gallyakat és a kommunális szemetet. A konyhai hulladékot speciális járművekkel szállítja el a DTKH Nonprofit Kft.
Hétfőn például a Széchenyi városban, kedden pedig a belváros egyes pontjain, a Vacsi közben és a Mária városban. Az összes érintett terület és a szállítási idők megtalálhatóak a MOHUM, valamint a DTKH honlapján. Idén is megszervezte az Olvassunk Együtt napot a híres Róvókör Kecskeméten. A Vasalbert munkássága előtt tisztelgő eseményen idén 7 órán keresztül szóltak a híres író és költőművei. Folyamatosan változó, színes, 7 órás maratoni előadónapot tartottak szombaton Vasalbert tiszteletére a Katona József könyvtárban. A híres Róvókör idén is megszervezte az Olvassunk Együtt napot. A kör tagjai saját maguk is készültek előadásokkal, de bárki más a pódiumra állhatott, aki vállalta, hogy Vasalbert művei közül választva szeretne előadni egy művet vagy részletet. Idén zenés produkcióban sem volt hiány. 17 előadást láthattak, hallhattak az érdeklődők. Citeraszó, hegedű dallamok és ének is felcsendültek. A magyar lakta területeken minden évben egy időpontban emlékeznek meg a települések Vasalbert költőről és íróról. Az idei esemény annyira jól sikerült, hogy a szervezők elgondolkodtak, hogy jövőre esetleg kibővítik, és egy 10 órás felolvasónapot tartanak. Egy személy életét vesztette, és egy másik súlyosan megsérült, amikor frontálisan ütközött két autó kerekegyháza határában az 52-18-as úton vasárnap. Információink szerint Hetényegyháza felé haladt a piros személyautó, amikor egy kerékpáros előzésébe kezdett és frontálisan ütközött a szemből érkező fekete kocsival. Az ütközéstől a piros autó az árokba csapódott, a benne egyedül ülő férfit a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni. Úgy tudjuk, hogy a fekete autó vezetője is megsérült, őt kórházba szállították. A kerékpáros nem ütközött egyik járművel sem, így sérülés nélkül megúszta a balesetet. Az érintett útszakaszt lezárták, a korombol körülményeit a rendőrség vizsgálja. Pénzeszsák, medúza, szivárvány és légy is volt szombat délelőtt a Lánchíd utcai iskola sportcsarnokában tartott farsangon, ahol a Batmanek és pókemberek mellett felfeltűnt egy-egy gésa és rendőrnő is. A jelmezverseny mellett mozgás és kézműveskedés is várt a gyerekeket. Színes farsangi mulatságot rendeztek szombat délelőtt a Lánchíd utcai iskola sportcsarnokában. Az ötletes jelmezek bemutatója az óvodásokkal kezdődött, majd az iskolások, végül pedig a családok mutatták be a többnyire házilag készített, kreatívabbnál kreatívabb maskaráikat. Volt pénzes zsák rablókkal, szivárvány esőcseppekkel, rendőrnő, gésa és légy is, de természetesen számos Batman, Superman és pókember is feltűnt a farsangon. Az értő zsűri tagjai az egykor Lánchidas Faragó Miki rádiós műsorvezető, Szebellédi Ildikó, a Kálmán Lajos óvoda igazgató helyettese és a Nyitnikék nyugdíjas klubot képviselő Simon Manka voltak. A jelmezverseny mellett mozgás és kézműveskedés is várta a gyerekeket. A lendületben a Széchenyi Városért Egyesület és a Lánchíd utcai Sport Általános Iskola Mozgó Diák Alapítványa rendszeresen szervez közösen programokat, legyen az apropó Mikulás, Gyereknap vagy mint most Farsang. Gál Zsombor, az Egyesület elnöke, és Boldog Andrea, az iskola igazgatója elmondták, hogy sokan segítik ezeket a programokat. A szombati farsangon például a mozgásért a Zaklajda Team volt felelős, és olyan tapasztalt segítőik is akadtak, mint a híres Nagyik. Következő közös programjuk a március 23-ai Tesó nap lesz, ami kifejezetten a sportra fókuszál majd, május végén pedig egy nagy klasszikus következik, a Gyereknap. Piros bimbós és kezdő fehér bimbós állapotban van a kajszi, bár rátványnak szép, nagyba is lehet belőle. A meleg időjárás miatt indultak meg a rügyek, ám egy hónappal korábban, mint kellene. A gazdák félnek a már megszokott márciusi hidegtől, amelyek miatt nagyon gyorsan elfogyhatnak a bimbók. Most csupán pár óráig bírnák a -2 fokos hideget a barackfák, ha ennél hosszabb, hidegebb időjárás lesz, akkor oda a termés. A korai kajszi fajták még érzékenyebbek, Kujáni László őstermelőnél már 6 éve nincs rendes termés, pont a fagyok miatt. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szerveztek megemlékezést vasárnap este a Lestártéren, a Kereszténydemokrata Párt kecskeméti szervezete eseményén koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A szecessziót és a Lechner örökséget mutatta be az a városnézőséta, amelyet szombaton délelőtt szerveztek Kecskemét főterén. Ifjabb Gyárgyádesz László művészettörténész Csak Kecskemét példáját kell utánozni címmel tartotta meg a belvárosi sétát. Szombaton ünnepelte 15 éves fennállását a Mátyás Király Citera zenekar, a Korvin Mátyás általános iskolában tartott eseményen a zenész csapat egykori és jelenlegi növendékei is összegyűltek. Kecskeméten elsőként, március 4-től indul el a társasházi övezetekben, 900 társasházban, 25 000 lakást érintve a biohulladékok gyűjtése. A konyhai zöld és élelmiszer hulladék gyűjtő programban való részvétel ingyenes, és folyamatosan lehet hozzá csatlakozni. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban videó összeállítást mutatunk be a 7. Ballószögi Kolbásztöltő Fesztiválról. Majd megtudhatják, miért lehet baj abból, hogy már piros bimbós állapotban van a kajszi barack. De először beszélgetést láthatnak Hajagos Csabával, a Kecskeméti Katona József Múzeum történész múzeológusával. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor és 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, tehát holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Viszontlátásra! Kedden fátyol felhős napos idő valószínű, legfeljebb egy-egy futózáporra van esély, a szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Szerdán nagyrészt fátyol felhős napos időre számíthatunk, de helyenként vastagabb felhőtömbök is megjelennek, csapadék nem valószínű, többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali 2-8 fokról kora délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön többnyire fátyol felhős napos idő várható, de helyenként vastagabb felhőtömbök is lehetnek, néhol előfordulhat kisebb esőzápor, sok felé megélénkül a keleti szél, a minimum általában 3 és 9 fok között alakul, kora délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.